55,4%. Ennyi választópolgár van azon a véleményen, hogy újra a haladók és a szocialisták koalíciója alkotná a legjobb kormányt. A B92 televízió és a NIN heti lap 1200 megkérdezett közreműködésével elvégzett közös kutatása szerint minden tizedik választópolgár egy nagy koalíciót, a haladók és a demokraták szövetségét látná szívesen. A mérés meglepően magas választási részvételt jelez előre. A választók kétharmada mondta azt, hogy biztosan az urnák elé járul március 16-án. A Faktor Plusz közvéleménykutató intézet felmérése szerint a szerb haladó párt számít az abszolút favoritnak. 41,4%-kal nyernének. A szocialisták és a velük koalícióra lépett két párt 13,2%-ot szerezne, míg a DP 10,5%-re számíthat. A parlamentbe bejutna a Boris Tadic körül csoportosuló demokratikus blokk, és Vojislav Kostonica demokratái is, nagyjából 7%-kal. A bejutási küszöb határán végül a liberális demokraták egyensúlyoznak. A Dveri, a radikálisok és a Szerbia Egyesült Régiói is 3% körül mozognak.